Sziasztok! Ez a Zöld Hullám a Grindex fenntarthatósági podcastja, és itt van velem a stúdióban Csabi, a mai vendégünk pedig Nemes Tokács Kata, az UPS ajándékbolt egyik alapítója. Szia, Kata. Szia Kata. Eh, ahogy a honlapotokon írjátok, az UPS az újrahasznosított alapanyagokból készült design termékek boltja, és így a maga nemében egy kicsit szerintem egyedi is az országban. Eh, és az első kérdés, melyhez kapcsolódóban az lenne, hogy miért indult az UPS, és mivel a célotok? Hát az UPS az UPS-nak a neve azért lett igazából UPS, mert az upcyclingból született nagyon szellemesen, és én igazából a képzőművészeti egyetemen végeztem, mint díszlettervező, vagy látványtervező, tehát díszletjelmez, és végtelen közhelyes lesz, hogy ez az egész hogy indult. Nekem van egy közel négy éves kislányom, Ágnes. Amikor Ági megszületett, akkor én gyáva anyukaként Ilyen babavízzel itattam őt, mert éltem, hogy a csapvíz vagy a forralás az még se jó. Ezért aztán eszméletlen mennyiségű műanyag szemét termelődött a lakásban. És amikor az ember jön, megy, és jeba iszik műanyag palackból, de ezt menet közben valahol kidobod, leteszed, ott marad, akkor nem szembesülsz azzal, mintha otthon vagy bezár vagy újszülöttel, és csak csak nő, csak nő, csak nő. És így szembenéztem ezekkel a palackokkal, és ott én sokkot kaptam, hogy milyen mennyiséget termelek. Én, aki megpróbálok azért mégiscsak valahogy tudatosan élni, és mégis. És ezért elkezdtem azzal foglalkozni, a díszlettervezői vagy képzőművészi vénából fakadnom, hogy mit lehetne ezzel kezdeni és akkor én egy kicsit rácsúsztam erre az újra hasznosítós upcycling design dologra, és elkezdtem palackokból toltartót csinálni, amit megfestek, szétvágok, meg cizert varrok bele, és akkor tök jól És a másik kata, mert hogy az upsot két kataként csináljuk, kata és kata, a másik kata, aki, aki nekem kvázi barátnőm, feljött hozzám, gyereklátogató és meglátta a palackokat, és mondta, hogy fú, hát ezek tök jók. És mondtam neki, hogy tudod, mit, ha, most mit, mit csinálnék igazán, hogy szívesen nyitnék egy ilyen design amit amit csak ilyenekkel van tele. És azt mondta, hogy csináljuk meg. És mondom, hogy jó. És akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, de azért az viszonylag nyilván, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy azért egy tervező nem tud megtölteni egy boltot, pláne nem úgy, hogyha nem ezt csinálja a főállásba, és akkor elkezdtünk utána nézni, hogy milyen tervezők dolgoznak még itt, akik újra hasznosított alapanyagokból alkotnak, és elkezdtünk leveleket írogatni nekik, hogy volna, volna kedvük beszállni. És akkor így született meg igazából az UPSZ-nak a koncepciója, hogy legyen ez egy ajándékbolt, egy dizájnbolt, és most már már több mint 40 magyar tervezővel dolgozunk együtt. Ezt nagyon szépen összefoglaltad, de ennél hosszabb az adásidőnk. Tehát palacból mi a pont tartott? Hát ne, nem, nem tudom igazából. Az, az, az derült ki végül, hogy ez toltartó lehet. Nekem az volt a lényeg, hogy hogy ebből valamilyen doboz csinálni. Uh -huh. És mivel hosszúkás forma, ezért aztán toltartó lett belőle. Ilyen de tudi, hát, nem ezt be tudod tenni a táskádba. Tehát, hogy képzelj el mondjuk egy, akár egy kólás palackot is, és akkor annak... annak tehát, nehéz ez, mert hogyha ez egy képes műsor lenne, akkor most így előkapnám és megmutatnám a toltartót. Tehát így pont belefér egy cerka. Uh -huh. Hozzáteszem, én nagyon sokáig arra használtam, amikor Ági már kicsit nagyobb lett, és megkóstolt a professzorasszony, igen, így hívják az okotában a gyermekemet, hogy professzorasszony, <laughs> és megkóstolta a ropit, és ezért nagyon szimpatikus vett, és én megőrültem tőle, hogy bármibe teszem a ropit, az acskójába, a, a táskámba széttörik, úgyhogy csodálatos ilyen snackbox lett belőle mm -hmm. ezekből a petpalackokból, mert abba bele tudtam tenni a ropit, akik a aki kicsit záraz, és akkor abból lesz a ropit, és az tök jó, nem törik össze. Tehát igazából ez tolta, de mondhatnám azt, hogy bármi tartó, de a tanulság az, hogy a magyar, magyar közönségnek, muszáj megmondani, hogy mire való, mert úgy, úgy, úgy könnyebben felkapják rá a fejüket. Ez így van. De várjál, hogy jött az, hogy, hogy csináltál egy toltartót, meg egy ropi tartót, és akkor átjött a kata, Igen? és akkor így megmutattad neki, hogy nézd már szalmából a hogy, 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 kezdődött mégis a, az ötlet az, hogy ez egy termék legyen, tehát amit Hát figyelj, ezek ilyen beszélgetések. Én egy viszonylag határozott ember vagyok, aki általában nagyon szeretek borzasztó nagyokat álmodni, és hogyha csinálok, csinálok valami apróságot is, abban egyből egy univerzumot látok bele két hét leforgása alatt, és eljutok odaig, hogy hogy lesz ebből franchise, és... <síl> 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 Nagyon <Nagyarja>, hogy... jó, <síl> Igen. Egy díszlettervező biznisz nem é, é, az lé, Lényegében erről van szó, igen. Tehát, hogyha igen, csinálsz egy apró kis előadást, akkor abból egyből utána színházat kell nyitni. Tehát, hogy igen. Szóval úgy történt, hogy ezek ilyen nagyon színes kis, kis termékek, és akkor én már még azt gondolom, hogy Egyébként ez egy kicsit a keresztem is, azt hiszem. Tehát én nagyon irídlem azokat az alkotóművészeket, akik tudnak úgy alkotni, hogy alkotnak önmagáért. De látod, nekem például mindig fontos volt az, hogy, a, hogy az alkotásaim azok valamilyen funkciót kapjanak. Mm -hmm. És ezt, 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 nagyon, ezt szerintem nagyon jellemző az upcyclingra, hogy, hogy azok nem dekorációs termékek, hanem funkcionálisak. Abszolút. És ha már itt vagyunk, akkor a fenntartatóságban kezdőbb hallgatóinknak elmondod, hogy az upcycling az tulajdonképpen mit jelent? Igen, van egy ilyen piramis, tudjátok, aminek az összes részletét én most nem fogom elmondani, de igazából azt hiszem, hogy ami sokkal többen ismernek, az az a recycling, ami a, hát igazából az újrahasznosítás definíciója ez inkább az, szerintem az upcyclingre nincs nagyon jó magyar szó, szóval mert ez igazából újra felhasználást jelentene, de mondjuk egy ilyen plastikus példával élve, amíg egy PET palackot mondjuk bezúznak, és az anyagában újra használják, és újra PET palackot csinálnak belőle, ott folyamatosan egyre silányabb lesz gyakorlatilag a végtermék, mert ugye elhasználódik az anyag. De ez lenne igazából a, a recycling klasszikusan, tehát amikor az anyagot használják. Az upcycling meg az lenne, hogy magát a terméket, tehát hogy a kólás palack műanyagából nem egy újra egy, egy, egy lesz, hanem egy toltartó lesz belőle. Tehát igazából egy kreatív hozzáadott értékkel még, még növeled is a, a, a dolognak a, hát az értékét lényegében. Vagy mondjuk egy boros üvegből lámpát csinál az egy minőségi újrafelhasználás, felhasználás, mint, mint, az üveget beolvasztani, és újra üveget csinálni belőle. Javítsatok ki, ha tévedek. A boros üveggel megfogtál egy picit, mert ott ugye az anyag maga nem sérül, de a műanyagnál abszolút így van. És mi azt nem tudom, hogy azzal mi van, amik mostanában nagyon sokat lehet hallani hogy, hogy műanyag palackokból csinálnak cipőt, vagy ilyen olyan tárgyakat, hogy ott, az mert az igazából anyagában újrahasznosítás, ott is sülányul az anyag? Sülányul, tehát alapvetően más lesz. Erre ott van a, a a, a példája, akik egy magyar szemezős üzletember Amerikában a TerraCycle, tehát az is egy cycle, ott egy ilyen nagyon szegmentált hulladékgyűjtést valósítanak meg, pont azért, hogy petpalack, ha bár ugyanolyan, nem tudom, műanyag az átlagember fejével, mint egy golyóstól, ne keveredjen össze, mert hogy sokkal tisztább anyagot tudnak bevele készíteni, hogyha, hogyha külön darálják be a petpalackot, annak a kupakját és a, és a golyóstollát, meg a, a nem tudom én, eltört bumerángot, hiszen ja. ezek más-más típusú műanyagok, úgy sokkal könnyebben hasznosítható, így omlesztve biztosan sérül. Szóval egy hozzáadott érték az, amit, az, amit ti kerestetek ebben a, ebben a műfajban. Igen, és olyan érdekes, mert én ezért a, a magam, nevébe beszélve, én igazából megmondom őszintén, hogy nem is annyira zöld oldalról közelítettem az a, Hát az újrahasznosításhoz az nevezzük így az egyszerűség kedvéért, hanem inkább a kreatív oldalról. Tehát hogy én eszméletlen kreatív és izgalmas dolognak tartom azt, hogy valaminek, tehát egy hulladékba belelátni egy új, mm -hmm. új terméket, az nagyon felvillanyozó szerintem. Ezt kérdezni akartam, igen, hogy ez egy zöld, zöld mentalitásból, vagy egy zöld ébredésből? indult, vagy csak egy kísérletezésből, esetleg kísérleteztél a használt étolajat, ami még otthon vele vagy, vagy csak adta magát. A szembesülés a műanyag hulladékkal, illetve a, és akkor ott igazából azt gondolom, hogy ha arányosítanom kéne, akkor szerintem 60-65 százalék inkább a kreatív kihívás, és, és a 40 inkább a, 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 a zöld vonal. De most, amikor az ember ezzel elkezd foglalkozni, pláne elkezd foglalkozni aztán más tervezők munkáival, elkezd belelátni ebbe az egész zöld életbe, akkor először szívrohamot kap, elájul, feltámad, és megpróbál. <laughs> főnix, madárként új pályára állni, és akkor mostanra már egyre inkább szempont a, 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 a zöld része a dolognak. És hát nem utolsó sorban, azóta elkezdtek mindenfajta minőségű, mindenfajta formájú minőségű és anyagú hulladékot összegyűjteni, hogy majd jó lesz valamire, Hát, elég nagy a helyigénye. Maradjunk ennyiben. De azért látom, a szemed a használt étolajnál. Hogy <laughs> igen, 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 mert annak még nem... <laughs> igen, ennek utának nézzek. Említetted, hogy felvetétek a kapcsolatot egy csomó ilyen tervezővel. Uh -huh. Sokan foglalkoznak upcycling dolgok készítésével? Hát ebben az egész kre, kreatív iparban, vagy nem tudom, hogy hogy nevezzem, ugye van egy, van egy, olyan banda, ugye akikkel nagyon sokszor találkozol, hogyha, hogyha erre nyitott vagy, dizájnvásárokon, ilyen-ilyen kézműves összejöveteleken. Ezek közül szerintem viszonylag kis réteg az, aki foglalkozik kifejezetten hát hulladékból készült tárgyakkal. De aztán, hogy elkezded ezt felfejteni, akkor ajánlják egymást, egyre jobban ismered őket, és egy idő után beindult ez is, ugye elindult az UPS, elindult a weboldal, elindultak a, a, social felületeink, és akkor már maguktól is jelentkeztek alkotók, és így tök izgalmas arcokra lehetett rátalálni. Tehát van, nem gondolom, hogy ez a, ez a fő profilja pillanatnyilag a magyar, hát nem is tudom, kézműveseknek, iparművészeknek, képzőművészeknek tök vegyes a felhozatal, és hát nem utolsó sorban kicsit ilyen elhanyagolt mostoha gyermek ez a történetet a tervezőink közül, szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy ki az, aki ebből meg tud élni. Tehát, hogy mindenkinek van egy másik munkája, amiből él, és mellette csinálja éjszaka, hétvégén, hobbiként. És azért az így egy ilyen nehéz ügy. És képzeljétek, hogy olyan visszajelzések is vannak, ez talán most már annyira nem, tehát így nagyon hamar változik, tehát évek alatt is akár változott, hogy kis hazánkban még igazából a fizetőképes közönség milyen nem menő az újrahasznos termék. Tehát volt olyan, amikor a tervező azt mondta, hogy vannak olyan megjelenések, ahol ő letagadja, hogy ez hogy ez kvázi szemétből van, vagy hulladékból van, mert, mert, a, mert, mert abban van egy ilyen eltartás. Tehát mi még mindig ott tartunk, hogy legyen az teljesen új, legyen... Hát nem nem uh -huh. is tudom. Tehát, hogy valahogy ez. ez... Én nem beszéltem egyébként pozitív irányba megy a változás, de hogy azért még nem tartunk ott, mint tőlünk, kicsit nyugatabbra, azt hiszem, ahol ez felfogták a jelentőségét, meg a fontosságát, és hajlandóak akár még plusz értékként felfogni. Igen, mert bár borzasztó rossz lesz innen a nem tudom, Elefant-csoron toronyból hallani, akik minden nap ezzel foglalkozunk, de mégis azt látjuk, hogy akár egy nem tudom, káptalan túti ütött most eszembe, zero upcycling, de, de ott van a limlom, tehát hogy uh -huh. valahol a, az emberek fejében valószínűleg ez még a, a, limlom kategória, és hogyan tud ebből egy, egy, egy versenyképes termék lenni, tehát versenyezni a jégvarázsos toltartóval, te toltartód. Hát igen, igen, igen ez egy nagyon nehéz kérdés. Kicsivel több marketing is van a jégvarázs <laughs> Csak egy kicsit. Ezt <laughs> akartam is kérdezni egyébként, hogy a vevőitek tudatosan keresik a fenntartható termékeket, vagy inkább így a dizájnjuk meg az egyediségük fogja meg őket? Nehéz kérdés. Vannak olyan ö, vásárlóink, akik ö, az átmenő forgalomból zuhannak be, mert ó, de érdekes, mik vannak itt, és van egy ilyen nagy ráeszmélés, és úristen, ez mennyire menő, és kiderül, hogy azért alapvetően ők erre nyitottak, tehát hogy egy kicsit ilyen, ilyen zöld, zöld vonal. Én szerintem kettő, kettő felé lehet választani ezt a történetet, van a, vannak a fiatal anyukák, apukák, akik szerintem a gyerekek miatt kezdtek el tudatossá válni, és, és ezzel foglalkozni, és vannak a, a 17 év körüliek. A kettő között van egy gap egyébként, illetve az idősebb korosztály se tud nagyon mit kezdeni vele. Hát az az igazság, hogy azért kicsit magam ellen beszélek, de az igazán nagyon sötétzöld zöld figuránál igazából az az alapállítás, hogy ne is vegyél inkább semmit. Tehát, hogy ő nem veszt ott tartót, berakja a tollat a táskájába. De hogy valahol a kettő között vagyunk, én mindig, én mindig és ezért is gondolom azt, hogy a kreativitáson itt nagy fókusz van. És ez be is igazolódik, tehát hogy azért a közönségünk a szellemes dolgokra nagyon bevő. Szerintem az upcyclingban egyébként az is benne van, hogy nagyon gyorsan tud reagálni a világra, a körülöttünk lévő világra. Tehát az aktualitások, a szellemes megoldások, némi intrika, tehát hogy ezeket a dolgokat, ezeket, ezeket, ezeket szeretik a vásárlóink. Igen, tehát hogy van például egy olyan termékünk, ami a smörgesz azt hiszem, így mondják, Smörgász Ő csinál parkolási büntetésből, a piros Mikulás zacskóból, Aha. csinál neszeszert. a szétvágja, kibéleli cizetragból és neszeszer is. Ez például abszolút egy húzó termékké vált mostanra. Tehát ugye az ilyen típusú dolgok, azok nagyon bejönnek az embereknek. Én csak azon gondolkodtam egy pillanatra, hogy érdemes a most bedobni a trash sártot. Uh -huh. István arcképével, ami magában egy, egy, egy trash sárt. Hát, egy hulladékból művészet. Mi ezzel azért foglalkozunk itt a, hybrid art management meg a hybrid cycle közösen, mert hát azt gondoljuk, hogy a művészet önmagában, hogyha hozzányúl a hulladékhoz, akkor beváltja azt, vagy beteljesíti azt a több százezer éves funkcióját, hogy megállítja az embereket, is elgondolkodtatja, és segít átvinni üzeneteket. És amikor azt, mondod, hogy, azt mondtad, hogy ezen gondolkodtam egy pillanatra, és álltam meg, hogy hogy aki valóban zöld, az már, az már nem vásárol, még zöldnek tekinthető termékeket sem, mert hogy nincs rá szüksége valójában meg vagy a másképp, vagy saját maga keresi meg az alternatívákat. De amit ti csináltok, az, az pont azoknak lehet egy, egy ilyen küszöbtermék, ami átlépi a, a, a saját határait, és megpróbálja felfedezni azokat a dolgokat, amikkel a saját életét még zöldebbé teheti. Tehát nem feltétlenül ugyanabban a körben mozogtok, hanem inkább tágítani próbáljátok szerintem ezt a kört. Abszolút egyetértek. Én, én az, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem fogjuk megállítani a globális felmelegedést azzal, hogy a fülbevalókat e, mosóporos flakonból csináljuk. Viszont arra szerintem egy szuper eszköz, hogy, hogy Fókusz, fókuszba kerüljön a fenntartatóság kérdése. Tehát azt mondani, hogy egy, az újrahasznosított dizájn menő, zöldnek lenni menő, tehát ez egy ilyen jó értelembe vett divattá tud válni, Igen. és mi ezzel, 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 ide tudjuk irányítani a figyelmet, azt szerintem csodálatos és végtelen fontos dolog. Ugye rengeteg sztorit ismersz most már, hogy végig tapogattátok az upcycling a foglalkozó és nem foglalkozó hazai művészeket vagy műveseket. Hasonló sztorikat találkoztál, mint a tiéd? Tehát mindenki így, így rácsodálkozott, hogy basszus pályát, és mit csináljak? Érdekes, nem kezdtem el velük arról beszélgetni, hogy hogy jutott eszük be, mondjuk bicikli gumiból tárcát csinálni. De ezt meg is fogom tőlük kérdezni. Számolj be mindenképp nekünk. jó. Érdekes. Hát, kéne csinálni egy ilyen sorozatot. Beszélgetés az utcos tervezőkkel. <laughs> és szerintem ebben van egy olyan, én valahogy azt vizionálom, hogy van egy, van egy olyan vonulat, hogy, hogy az emberbe kialakul egy ilyen igény, ami a kézműveskedésről szól, vagy a babrálásról, vagy a csinálásról, és akkor egy idő után megtalálod a környezetedben lévő elérhető dolgokat, és egy idő után más nasz lesz lemenni egy hobbiboltba, zsenilia pálcát vásárolni a karácsonyi dekoráció kis tündérének karjához, mert az nonsens, és akkor ezt megoldod valahogy máshogy, és akkor szerintem ez ilyen kapukat mm -hmm. nyit. Zsombor írtál még egy cikket a Do It yourself hogy az, az, is gyakorlatilag egy olyan, olyan hobbi, amit Hát gyakorlatilag egy upcycling. Igen, igen. Hát ö, egész pontosan olyan bútortervezőkről, akik ilyen már elhasznált vagy, vagy leharcolt bútorokból mindenféle technikával vagy átfestik, vagy újra dizájnolják, és ilyen tök jó mintákat hoznak ki. Igen, lényegében az is az upcyclingnak nak egy, egy formája, elég sokan foglalkoznak ezzel, meg van egy kis szubkultúrája is ennek a dolognak. Van egyébként egy erre szerveződött Facebook csoport, ahol nagyon sok tippet is osztanak meg egymással, hogy hogyan kell csinálni, milyen technikákat használjanak, milyen eszközöket, milyen anyagokat használjanak, meg igazából aminek kapcsán én írtam, egy pályázat van Magyarországon évről évre, ahol lehet pályázni az elkészült bútorra és és hát ott, ott nagyon szuper, ö, igen, 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 ott fantasztikus alkotások ö, születnek. A új azért jó, mert uh, mindenki otthon kipróbálhatja magát, és utána jelentkezhet hozzátok. Így van. A saját <laughs> Igen, egyébként, uh, igen, igen. Ezt a mondatot most itt befejeztem. Olyan érdekes, mert pont most kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy az UPS-nak legyen egy olyan vonulata, ami kifejezetten workshopokról szól. Például a napokban csináltunk egy tetra dobozból, tehát teljes dobozból, uh -huh. vagy, vagy gyümölcsleves dobozból egy kártyatartót. Ez, ez, kicsit onnan is fakad, hogy én elkezdtem csinálni DVD, meg CD lemezekből fülbevalókat, mert az tök jó szét lehet választani, és pont olyan, mint egy lepkeszárny mindegy. De ezért aztán a kerületbe, meg a környezetemben elkezdtem gyűjteni a DVD és CD lemezeket. És a DVD-ket nagyon sokszor dobozostú hozták, mert ez is egy olyan műfaj, mert már senki nem néz DVD lemezt, DVD -le Tehát, hogy hogy teljesen fölöslegessé válik. Vannak, akik azt mondják, jó, hát még azért 15 öt megtartottam, ami szívemnek kedves, azt majd két év múlva fogja eljutatni hozzá. De ezt értem. Viszont nagyon sok DVD-lemezt kaptam, tokostól, borítostól, És ott van nálam egy csomó, egy asszony illata él ilyen, nem tudom, tehát egy csomó DVD borító, és hogy valamit muszáj lenne ezzel kezdeni, mert itt tök jó grafikák. Hm. És akkor a teljes dobozt be lehet vonni a DVD, DVD borítókkal, és tök jó kártyatartó tárca lesz belőle. Viszont ez az a kategória, amit én szívesen megtanítanék embereknek, pláne karácsony előtt, hogy tudjon személyre szabott ajándékot csinálni. Ú, mi jó ez. Érted? És akkor, és akkor ez, tehát ugye én ebbe valahogy, és ez is egy, egy, csodálatos üzleti húzás, mert nyilván mindenki bolondnak néz, hogy de én, én nem csak ebből terméket, amit aztán eladok. És mégis a szívemnek, vagy a szívünknek sokkal fontosabb, hogy megtanítsuk az embereknek. Tehát, hogy ebbe, Szóval ebbe azért az edukációs rész az nagyon-nagyon-nagyon fontos nagyon, nagyon lenne, vagy izgalmas lenne. Vagy egy kicsit az, amit mondasz, hogy én nagyon hiszek abban, hogy, hogy a, hogy, a, művészetnek, és legyen akár iparművészet, akár képzőművészet, a dolga az, hogy, hogy, hogy felhívja figyelmet bizonyos dolgokra. Abszolút. Abszolút. Yeah. A workshoptól egy kicsit elhúzva húzva, azt hallom ki így igazából, amit mondasz, hogy, hogy itt azért van egy közösség is. Tehát, hogy ö, hordják hozzátok a DVD-ket, a CD-ket, workshopok vannak, hogy ez egy tök jó közösségszervező erő tud lenni, nem? Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy ebbe az lett volna, az, vagy az, az, benne van még mindig a terv, csak hát covid mindenestől, ugye ez az UPSZOT, így, ami 19. novemberében nyitottuk. És akkor tök jó november-decemberünk volt, gondoltuk január-februárban a fűsenő plán egy olyan hogy szempontjából majd ránk köszöntött a Covid, úgyhogy ennek, ennek bűvöletében azért küzdünk, mint malac a jégen, hol jobban, hol rosszabbul. Ezért aztán ez a nagy közösségépítés része, ami abszolút benne volt a koncepcióban, az még egy most kezd el igazából működgetni, de a tapasztalat az, hogy, hogy az emberek nagyon nyitottak a workshopokra is, szívesen megtanulják, Nekem, mi általában ugye én találom ki a workshopoknak a kreatív tartalmát, illetve megpróbáljuk a tervezőinket bevonni ebbe, hogy ők is tartsanak a saját területükön. Uh -huh. Ha tudnak, ha ráérnek, ha az rentábilis, mert nyilván az ember a saját idejével nagyon nagy vonalúan gazdálkodik, tehát lefordítva, én oda megyek ingyen megtartani egy workshopot, ezt nem várom el egy velünk dolgozó tervezőtől. Ja igen, én csinálom a kreatív, kreatív részét, és mindig szempont az, hogy csak olyan terméket állítsunk elő, amit megtalál otthon. Tehát, hogy ne, ne, az legyen, hogy menjen és vásárolj hozzá egy csomó eszközt. Mondjuk egy, feltételezem, egy alkoholos filc azért mindenkinek van otthon. Uh -huh. És akkor egy gurigából hogy csinálsz, nem tudom, télapót, csomagot? Úgyhogy egy géppapír kell hozzá meg egy alkoholos filc, értetted? És akkor bele tudod csomagolni, ha nem tudom mit, Tehát, hogy... Tehát hogy a szempont, Háztartási hulladékból hát lényegében igen, aha. tehát hogy a körülötted lévő elérhető dolgokból, és valóban akik eljönnek workshopra, érdekli őket a következő, nyilván követnek minket a csatornáinkon, tehát hogy úgy látszik, hogy erre tényleg van igény is egyre, egyre izgalmasabb, és valóban ők hozzák, hozzák a, a, a hát a szemetet lényegében. Az, az, az igazság, hogy ugye az UPS az nagyon kis picike volt, ezért aztán nagyon sokszor kell visszautasítanunk, amikor, amikor valaki iszonyú lelkesen behozná az otthon összegyűjtött kávékapszuláit, boros parafadugókat, etc., etc., mert egyszerűen nem tudjuk már hova tenni. Ugyanígy, ha valakinek van egy raktárhelyisége, amit hozzánk akar vágni. Hiszen ugye az UPS egy egy fizikai bolt is. Igen. Az volt előbb, és utána a webshop, amikor láttátok, hogy Igen, ez, amikor beköszöntött ez a Covid, most... akkor úgy döntöttünk, hogy a webshopot is elindítjuk. Nyilván az elén is tervben volt, csak azért ez iszonyú mennyiségű meló. Igen, először volt a fizikai bolt, mert valamiért én még mindig ott tartok, bár most egy kicsit az utóbbi időben ebben meginoktam, hogy az ilyen design cuccokat olyan jó megfogni, megnézni hozzányúlni, közelről látni. Tehát, hogy abban van egy ilyen oda megyek, és ott válogatok. Ráadásul... Ez nem egy tömegtermék, tehát mindegyik egyedi. Igen, nagyon szép munka egyébként a webshopot fenntartani, tehát mi minden egyes terméket külön fotózunk, és nem tudom odaírni, hogy a készlet 150 darab, egy. Igen. Igen. Szóval ebbe vannak új kihívások. Úgyhogy a, úgyhogy a bolt volt előbb, de az is kiderült azért pandémiás idő alatt, hogy az emberek egyébként meg tudják ugrani ezt online is. Elég sokat rendelnek a neten, nem utolsó sorban nagyon sokat postázunk vidékre, és az is egyébként egy szempont, hogy hogy, 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 hogy hozzájuk eljussunk. Én egyébként szívem szerint nagyon indítanék olyan csatornákat, amikor ezeket a hogyan csinált workshop tartalmakat meg tudnánk mutatni videóval, tehát ehhez mind-mind az kéne, hogy legyen e mögött valami olyan befektetés, vagy tőke, vagy, vagy egyet, hát értitek, tehát hogy a, miközben megpróbálunk valamiből megélni, fenntartani a boltot, kitalálni a tartalmat, megcsinálni a webshopot, ezért szóval ez nagyon sok munkát. Ehhez kapcsolódóan akartam is kérdezni, kicsit ehhez kapcsolódóan, hogy most már azért, hát, Kis túlzás a módra nőnek ki a, a csomagolásmentes boltok, a főleg a fővárosban, de vidéken is egyre több van. Uh -huh. Hogy ők, nektek? mennyiben konkurencia, vagy mennyiben van átfedés a termékkínálatban? Mire gondol ez? Babot nem árulunk. Babot nem, de hogy nagyon sok csomagolásmentes boltban vannak olyan jellegű termékek esetleg, amiket ti is árultok. Most nyilván nem az étkezési dolgokra gondolok. Uzonnaiftosok. Például, igen. Igen, de az általában nem újra hasznosított volt van vászon. Tök jó. Aha. Nálunk mondjuk egy, egy, egy lehet régi textilmaradékból, ami kávézacskóval van bőlelve. Lehet kapni olyan uzsonnás ami megunt strandjátékból van, vagy kiukat strandjátékból. Lehet kapni bicikligumiból készült. Tehát, hogy azért ezek, Aha. ezek... És itt jön be megint az, hogy ez nem véletlenül egy design volt. Tehát én egy kicsit azt gondolom, hogy a mi konkurenciánk hamarabb, pillanatnyilag hamarabb egy design volt, mint egy csomagolásmentes tudatos zöld volt. Szóval inkább azon gondolkodnak, hogy, hogy a legújabb menőkulacsot vegyék meg, vagy inkább, vagy inkább nálunk vásároljanak valami olyat, amibe egyébként el tudják vinni, majd tehát, ért, értett, hogy valahogy itt, 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 van a különbség. És hogy hányféle terméketek van úgy, uh. ha egy számot kéne mondani gyorsan? Hú, uh, hát látod, hogy most nem felkészült lennék, akkor ezt csípőből kéne vágnom a webshop alapján is. Inkább Nagyon... kategóriájában, mert hogy most egy, egy pénztárcából van 150 főre, de hogy... Igen, igen, és mindegyik egyedül. Igen, természetesen vannak nagyon sok tárcánk, nezeszerünk, kártyatartunktól tartunk, ilyesmik, tehát a kis tár tartóktokok. Van nagyon sok ékszerünk, Elég sok kiegészítőnk van, de a csokornyakkendőtől kezdve a, 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 nem tudom, tényleg karkötőkön, táskákon keresztül minden. Írószerekkel, vagy hát ilyen papírárúval egyen nehezebben működünk, mert azt még mindig nagyon nehéz megugrani, hogy az újra papír legyen belül, vagy az újra papír az most mennyiben újra hasznosítás, vagy mennyire, tehát hogy ezek ilyen, ilyen vékony ég, tehát egy ilyen termés, de a borítójuk általában kollázsok, újrahasznosított dolgok. Illetve van egy kifejezetten zero waste sarkunk, ahol nem újrahasznosított termékeket árunk, és talán ez a konkurencia egyébként a csomagolásmentes boltnak, hanem olyan termékeket állunk, amik bár újak, de a csomagolásmentes vagy a hulladékmentes életet támogatják. Jelesül Vászon szatyor, ami ugyanúj, viszont viszont nagyon szellemes grafikákkal van ellátva. Tehát, hogy azt is egy portás grafikus által tervezett, íres emberek portréi, Igipoptól kezdve, Eszterházi Péteren át mindenféle grafikák. Vannak kulacsaink, amikben a szenet lehet rakni, és ezért csapvizet tisztít, uh -huh. illetve takarítószerekkel is állunk rendelkezésére a nálunk vásárló érdeklődőknek. Nekem a papír problémához az volt egy Pimasz kérdésem, nem ne látok kifestőt, vagy, vagy ilyen um, színezőt, Igen. amit le lehet tölteni, és ott van kinyomtatni. Igen. Ami, nem szép. Ami... Igen, ez, igen, van, van az ups -nak. egy ilyen az aktualitások felé nyitó leágazása. Ezt is igazából a pandémia alatt kezdtük el, mert zavarban voltunk, hogy hogyan tovább és merre és Kata is, én is kíváncsian figyeljük a magyarországi közélet eseményeit. Ezért aztán arra gondoltunk, hogy tök jó lenne ezt a kreatív tőkét átadni az embereknek, úgyhogy a saját életükről is gondoljanak valamit. Az operatív törzs működése alatt rajzoltam egy színezőt amit le lehetett tölteni, kiszínezzék is nagyon nagy sikere lett. Lefagyott a weboldalunk, annyian töltötték Mert felhívott a rendszer Ez az ominózus hogy... virágláda is. Így van, hát ezt nem lehetett kihagyni. Nagyon egy zicser volt, és Seti Gál Kristófnak ezúton köszönjük, hogy meglebentette a sajtótájékoztatón, mert utána még egyszer lefagyott a weboldalunk. De nagyon helyes volt egyébként a rendszergazdánk, aki felhívott, hogy legközelebb szóljunk már, amikor ilyen várható, mondom. Mert jó emberi, nem számítottunk igazából erre. Tehát igen, nem, nem, ott nem a fenntarthatóság volt a fókusz, hanem alapvetően a kreatív, kreatív. reagálás, igen, illetve hát ennek folytatása volt, és ott arra azért is vagyunk kicsit büszkék, mert ott szerintem sikerült ezt a kettőt ötvözni, fém szívószálon menekülő politikus, ami szintén egy ilyen elhíresült, upszos termék lett, az tavaly, tavaly télen volt, igen? Uh -huh. Igen, mert sajnos, tehát hogy ahogy néztük ezt a fém szívószálat, nem, nem tudtuk nem észrevenni, hogy ez kisértetiesen emlékeztet a Gyerez csatornára, és ezért aztán csináltunk te egy ilyen kis szívószálas hármot lényegében, amin hát egy politikus menekül, de azért igyekeztünk a jóízlés határén belül mégiscsak öltönyben tartani az úriembert, és nem csupaszon csúszott a szívószálon. Ezt is igazából viccnek szántuk, tehát én megcsináltam ebből 20 darabot. Azt hiszem a végén azért a konvergáltunk a 3000-es eladás felé, tehát az én környezetemben mindenki ilyen figurákat gyártott már egy Ez tök jó, mert így az aktualitásokra tudtok reagálni, de ehhez nagyon gyorsnak kell lenni. Egy nagyon gyorsan felülni valamire, és talán egy jó csatornát, ahol el is érsz ezzel Igen, de olyan érdekes, az érdekes hogy azért beszélgetünk erről, hogy, hogy elég sokat elárul pillanatnyilag az emberek mentális állapotáról és a kiéhezettségről, hogy ezek azért nagyon nagyon szóltak mindig. És nagyon értékeli a magyar közönség azt, hogyha ez, és, és ez tényleg, én azt gondolom, hogy politikától függetlenül annyira abszurd helyzetek, hogy a dolognak az abszurd Tesen, tényleg már senki nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. És akkor mi inkább a nevetést választottuk, és itt egy kicsit visszacsatolunk megint a művészetnek a, a szerepéhez, hogy szerintem van egy ilyen szelep, szelepoldó funkciója is. És ezt az upcycling-et tök jól meg lehet csinálni. Úgyhogy különösebb befektetést igényelne. Tehát, hogy itt mondod a gyorsaságot, hogy most én kif, kif, kitalálok valamit a híradó alapján, Mire én azt kitalálom, lefejlesztem, megcsinálom, nem tudtad, hogy ez egy másfél év. Az upcyclingnál meg ott van előtte minden, vagy én arra vagyok kondicionálva, mint, mint egy upcycler, hogy, hogy, hogy az előttem lévő dolgokból találjak ki valamit. Igen, és akkor igen. azért az viszonylag könnyű kézzel és gyorsan tud menni. Igen, nyilván nekem fórum van, mert azért mégiscsak azért az elmúlt 30 évben nem tehet el úgy napon, hogy ne rajzoltam volna valamit, tehát nyilván a kezemben van, tehát hogy egy ilyen figurának a megrajzolása, ez nem egy akkora kihívás. Igazából inkább azon kell gondolkodni, hogy hogy teszem ezt gyárthatóvá, hogy teszem ezt használhatóvá, de én azt gondolom, hogy politikusunk karmáját is javítja, hogy az ő farvizén emberek váltottak műanyag szívószáról, fém szívószára. Érted? Tehát, hogy sikerült ötvözni a fenntarthatóságot, meg az aktualitást. Érted? És mi nem utolsó sorban mi nagyon jól mulatunk ezen, tehát hogy mi azért katával jókat szoktunk röhögni. <laughs> Ugye ebben tényleg az a nehézség, hogy, hogy a minden csoda három napig tart, neked ez a három nap alatt meg kell tervezni, legyártani, kirakni és aradni. A többi termékben láttuk ilyen szezonalitást, hogy, hogy a fú, csokornyakendő az, az nyáron nagyon megy, mert mindenki azt veszi az esküvőkre, és karácsonykor meg inkább nem tudom, mit szeretnének vásárolni. Többi termékben van hasonló. Hát én most karácsony előtt minek álljak neki, amit biztos, hogy el fog mindenki vinni. Nehezet kérdezel, és <laughs> gondolkodom, hogy, hogy van -e ilyen, én, én ilyen nagyon markánsan kiugrót nem tudok. Mindig visznek mindent, ez a legjobb. Hát nyilván, azért ilyen mi... <laughs> igen. Ja, nyilván ilyen vonalat tudok mondani, például a fesztivál szezon előtt azért igyekeztünk úgy, úgy kommunikálni a tervezőnkkel, hogy aki mondjuk öt gyárt, akkor fel legyenek töltve a készletek. Uh -huh. mert, ez, mert az akár szempont lehet. Igen, igen, igen. Nyilván szeptember előtt azért az ember azt gondolja, hogy amikor a, a gyerekedet elküldöd az iskolába, akkor fel fog merülni, hogy milyen dobozba teszed a, az uzsonnáját, akkor lehet, hogyha hamarabb visznek uzsitassit. Vagy van, van például levőeszköz tartunk, amiben adományboltból vásárolt eszköz van, hogy legyen mindig nála. Tehát, hogy ilyen, ilyen, minimált tudsz, vagy te próbálod egyébként terelni a, a posztjaiddal, akár Facebook, akár Insta posztokkal a közönséget, hogy figyelj, ez most felmerül, és az jó lehet, csak hát nyilván előtte kell járni. A karácsonykor, halloween nyilván ezeket az ünnepeket megpróbálj meglovagolni, ha nem is használati tárgyal, de mondjuk dekoráció. Uh -huh. Itt az előbb felmerült már egy kicsit ez a szemléletformálás, meg a, uh -huh. meg a társadalmi felelősségvállalás kérdése, és nemrég részt vettetek egy ilyen köztéri installációs pályázaton, ahol egy halat, jól mondom? Igen. Raktatok a hal. össze. Erről tudnál mesélni egy kicsit? Igen, ugye a 13. kerületben van az UPS is, és én is a 13. kerületben lakom, ennek is van, én nekem is csodálatos hosszú történeteim vannak, hogy hogy jutok el valamelyik, hogy nyugodtan lőjetek le, hogyha nem fél velem a műsor időben, vagy majd vágjátok ki. Szóval elkezdtem nézegetni a 13. kerület weboldalát, hogy nincs se kiírva valami pályázat, valami raktárra, vagy műhelyre, mert már nem férek be a lakásba az összegyűjtött szeméttől, amiből majd valamit fogok csinálni. Műhelyt nem találtam, viszont találtam egy pályázatot, köztéri installációs pályázat, aminek kifejezetten az volt a kiírásban a funkciója, hogy egy olyan köztéri installációt kell építeni, ami felhívja a figyelmet, akár a hulladékkezelésre, akár a környezeti problémákra. Ilyes, és akkor én a homlokomra csaptam, hogy hát ez itt van, 13. kerületi, a bolt is itt van. Nekünk van kitalálva, tehát ezt a pályázatot nekünk írták ki. És mivel ugye én a műanyagpalacba vagyok beleszerelmesedve pillanatnyilag, mert az aztán tényleg soha, de soha, de soha nem bomlik le, tehát ugye a muszáj valamit kezdeni. Ezért nyilván elkezdtem úristen, mit lehetne palackból csinálni. És akkor eljutottam odáig, hogy ha már palack, akkor, akkor víz, az is lehet, hogy a pályázatban meg volt említve a víz, ez, ez ebben most nem vagyok biztos, Víz, vizes palack, és a vízes palackból eljutottam addig, hogy hal, és nagyon szeretem a, a szürrealizmust, és akkor arra gondoltam, hogy az, és nem utolsó sorban, nagyon sokszor láttam már, nem tudom, YouTube-on, Pinterest-en, ezeknek a fórumokon Petpalacból készült bútorokat, és mi világéletemben nagyon ki akartam próbálni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. És akkor ó, Petpalac, bútor, ha már víz, akkor hal, és akkor arra, és ez ilyen, tényleg a 20 perc leforgása alatt végigment ez az asszociációs vonal, hogy hát kell csinálni egy kanapét, amin ül egy borzasztó nagy hal, és a hal a, a műanyag palacból felépített kanapén, fog a kezébe egy kulacsot, és akkor ez az egész jelentse azt, hogy igazából az egész műanyag szemetet le lehetne váltani egy kulacsal. És az akkor. azt hittem, hogy palackorúd nem, nem. De most, hogy mondod? Hát, látod. Tehát Tehát ez, az... ez egy Petpalacból készült hal, ami, ami kanapé-huszár módjára egy Petpalackot tartva hívja fel a figyelmet arra, hogy Kelljünk fel egy kulacsot tartva, kanapéből. igen. igen, tehát hogy van, képzelj el egy ilyen nagy kanapét, ami mind-mind palacból készült, és a hal maga is palacból készült, és ebben én egy ilyen vonalas ember vagyok, nem lehetett úgy megcsinálni, hogy más anyag is legyen benne, tehát hogy én kiszaszeroltam, hogy hogy lehet a statikáját megcsinálni, úgyhogy ne legyen benne tartó tehát hogy tényleg szerszázalékban műanyag palacból van. Respekt. És akkor én felhívtam a katát, és mondtam, hogy figyelj, van ez a pályázat, én arra gondoltam, hogy ez milyen vicces lenne egy kanapén ülő borzasztó nagy hal, és mondta, hogy szinte ez tök jó. Hál' Istennek, egyébként tök jó működünk ebbe, tehát hogy viszonylag, viszonylag jól dobáljuk egymásnak a labdát, és mondta, hogy persze, persze adjuk le, és akkor én felismertem, hogy van három napunk a leadásig, úgyhogy összekaptam magam, keveset aludtam, gyorsan megrajzoltam, kiszámoltam, terere, 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 ter és láttuk a pályázatot, és kaptunk lehetőséget a megcsinálására. És akkor ott volt a, a, a level kettő, hogy azért gyors számolások alapján egy ilyen kanapé az olyan uszkve 300 palackra volt szükségünk. Sajnos a stílusos igazából az lett volna, hogy ez vizes palack. Mert szerintem az a, az a világ nonsense szerintem, hogy mi palackozott vizet iszunk, oh, pláne, pláne szénsavmentes, tehát nem csértem. De sajnos a, a vizes palackoknak annyira vékony a fala, hogy az, az annak a teherbírása nem elég. Jó? Még erre se jó. Hát látom, <laughs> még erre se. Még számítnak is rossz. <laughs> és azért elkezdtem a kólás palackokat gyűjteni, és hát az, abban is mondalas voltam, hogy ez nem lehet, hogy akkor mi most megkeressünk egy kólagyártó céget, hogy adjon nekünk palackokat, hanem azt teszek egy gyűjteni lakossági szinten. Uh -huh. Úgyhogy nekem hát közel egy hónap alatt, hát én mindenhol voltam palackérbe való nektek, tehát hogy annak egy ilyen szürreális helyzet, amikor vad idegen találkozol az Aldi sarkán, is hoz neked két, két palackot, tehát egy ilyen nagyon abszurd volt de összejött, hát közel, közel 500 palack volt benne az installációba, és akkor azt megszobortam a halat, meg megcsináltuk a, a, a kanapét is és kiállítottuk a 13. kerületbe, és nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Kicsit kikalkuláltam, hogy közel volt egy játszótér, és a gyerekek nagyon-nagyon jobban lettek vele, és hát nem arra volt kitalálva, hogy az ölébe üljenek, úgyhogy én az elején azért három naponta jártam rehabilitálni a halat, de aztán valahogy összesimultak. A sztorival együtt még jobban bele szerettem. Ez még pár napig látogatható, tehát most múlt időben beszélsz. Az én beszélek múlt időben, mert hogy szeptember végéig tartott a pályázat, úgyhogy napokban fogom elbontani. Ha még ott van... De mi lesz a sors? Jutass hát meg, ez, hogy... na, ez egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy várom is egyébként az ötleteket. Több, több dolog merült fel. A gyerekek apropóján, Képzétek, olyan édes történetek voltak. Tehát, hogy volt, hogy a halnak a, az uszonyán, ugye, a, tehát a lába az lent van a földön, lába, hát az a farkuszonya, vagy farokuszonya, ez így mondják, farokuszonya, és volt, hogy kapott kis csokrot, meg minden oda lett meg. Ugye? Hogy ilyen, ó, oh, igen, nagyon édes volt, igen. És akkor elbontjátok? Na, és vagy akkor esetleg... eszembe jutott, hogy kéne csinálni egy gyerekekkel, ha már ennyien szerették, főleg az öt éven aluliak, csinálni egy ilyen, egy ilyen jamborít, hogy akkor fessük össze együtt, vagy nem tudom. Aztán, aztán erre egy kicsit így letettem, mert, mert már hideg is van, meg már intézménybe is járnak, nem tudom. Az is eszembe jutott, hogy kéne csinálni egy árverést. Már kicsit leharcolódott azért a hal, tehát hogy azért vannak ilyen tanulságok ilyenkor, hogy másképp reagál a hőre, mozog a műanyag, akkor pattog róla a festék, etc. etc. De egy kicsit így újra, újra helyzetbe hozom a halat, és akkor csinálni egy árverést hogy hát, ha valaki megveszi, és akkor a befolyó összeget meg felajánlni szervezetnek. Mm. De az is lehet, hogy ideig tudunk el, hogy megkérdezem, hogy nem kell-e valakinek, aki ki akarja, valahol te befogadná-e a halat. Mert, ugye mert ugye ez interaktív volt maga az installáció, tehát hogy az volt a cél, hogy mellé lehetett ülni a kanapéra. Tehát azért volt fontos, hogy teherbírás legyen a yeah, kanapénak, hogy a hal mellé lehetett ülni, közösen szelfizni. Nagyon sok szelfi lett egyébként. Bréko, bréko, eladó, Igen, mert igen. Vagy a webshopra. Ja, tényleg. <laughs> Igen. Hát lehet, hogy ilyen, hogyha sokkal nagyobb lenne az üzlet, vagy ha lenne az üzletedet annyi tér, akkor az több merő lenne, hogy a tücsörög az a bolt előtt, de hát sajnos erre nincsen. Ez stílszerűen a bálnába lehetne kiállítani, nem? Bálna előtt. Igen. Egyébként így az adás előtt beszélgettünk itt pont ilyen köztéri installációkról, meg szobrokról, és pont szóba került, hogy a múlt héten azt hiszem a spanyolországi Bilbaóban egy mexikói művész elhelyezett egy olyan szobrot, ami egy lánynak a fejét ábrázolja a lényegében, és ahogy az árapályjal a folyónak a szintje változik, úgy néha a lány fuldoklik, és el is um, merül a vízben, és néha pedig kint van. És ugye ennek az lenne a, a hát így a mondani valója, vagy az üzenete, hogy egész pontosan azt hiszem, a művész szerint pontosan az, hogy um, a tetteténkkel milyen hatással vagyunk a jövőre, meg a bolygóra, hogy um, ha jól cselekszünk, akkor túléljük, um, ha meg nem, akkor akár el is süllyedhetünk és hogy ennek kapcsán ö, dobnám fel itt nektek a labdát, hogy hasonló ö, installációkat ismertek, vagy, vagy ilyen sztorikról le tudtok számolni? Igen, én nemrég találkoztam, láttam egy izlandi művésznek az hogy nevét nem tudom, segítsetek. Laforeliasson. Laforeliasson, igen. Akinek volt egy csodálatosan meggyőző, vagy számomra meggyőző installációja. Szerintem hogy a pályaszéléről első hallásra ilyen több banális, meg ilyen bullshitnek tűnik, de ha az ember jobban belegondol, akkor azért tök meg. Kökentő. Talán Grönlandig lecserekről hozott egy-két jégtömböt, amit lerakott a London egyik közterén, egy körbe, és így megmutatta az embereknek, hogy nézzétek, elolvad. <laughs> és olyan érdekes volt, hogy egy dokumentumfilmben láttam ezt a történetet, és, és, maga a művész azt mondta róla, hogy, hogy bármennyire tudjuk mi az agyunkkal, hogy a jég hideg, és el fog olvadni, egészen más benyomást kell, hogyha odamész, és megfogod, és azt mondja, hogy úristen, tényleg ez hideg. És látni a saját szemeddel, hogy ez semmivé lesz, az szerintem egy egészen más zsigeri benyomás, mint amikor így az agyaddal tudod, hogy jó, jó, hát globális felmelegedés, jó, hát értem, és most mit csináljak vele. Tehát, hogy, hogy és, és igen, én azt gondolom, hogy ezek zseniális gesztusok. Ezek ezek, ezek szuperek, tök jó lenne, ha Magyarországon is lenne több. És pont a banalitásában, amit mondasz, van a, a zsenialitása, hogy jó, hát az más kérdés, hogy, hogy pont a dokumentumfilmben voltaná, hogy, hogy ez milyen logisztikai probléma volt oda vinni, úgyhogy még nem megoldott formájában jelenjen meg az utcán. És az is elhangzik, hogy az emberek szívesen simogatták, tehát érintették meg és tapasztalták meg, hogy me mekkora különbség van a hőmérsékletben, és mit tesz, a jéggel az, hogy te hozzáérsz, tehát hogy gyakorlatilag rajta hagyod a kéznyomodat a természeten. Igen, és ez is látod olyan érdekes, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy ott vagy jelen, meg, megfogod, megszagolod, látod, szemben azzal az tényleg iszonyúan virtuális világgal, amiben élünk pláne az elmúlt években, hogy, 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 igazából olyan tét nélküliek, olyan semmit nem jelentük. Jó, hát tudom, tudom is, tehát nem érzem a saját, saját bőrömön. Igen, hát mi is azt tapasztaljuk, meg nagyon sokat beszélünk is arról, hogy most volt ugye az IPCC-nek a friss jelentése egy-két hónapja arról, hogy hova tartunk, és mi lesz velünk, és hogy ugyan még tudunk, hogyha gyorsan cselekszünk, meg határozottan, akkor még nincs minden veszve, de hát az el kéne kezdeni. És, és, azt látjuk, hogy közben meg nem biztos, hogy történnek, vagy nem biztos, hogy annyira gyorsan történnek a dolgok, nem is veszük annyira komolyan, mert hogy még nem érezzük a saját bőrünkön ezeket a dolgokat. Ja, hát ez az. És hogy talán pont az ilyen alkotások segítenének egy picit ahhoz hozzá minket, hogy hát hogy a saját bőrünkön, meg, meg tényleg fizikailag megtapasztaljuk azt, hogy, hogy basszus, most kell tenni. Igen, olyan érdekes volt egyébként a hal, halat követve, hogy nagyon sok idős ember is odajött, akik délelőtt önként arra sétáltak, és elmondták, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire jó, hogy ő, ő nyugdíjas pedagógus, és ő már akkor, és hogy ez mennyire csodálatos, és gratulálnak, és hogy valahogy az egészet olyan, olyan Szóval ilyenkor az ember egy kicsit elhíz, hogy van remény, tehát hogy az emberek ezekre felkapják tényleg a fejüket. Ez volt az első szívemnek boldog dolga. A másik a gyerekek reakciója erre, hogy nagyon egyre többet lehetett látni olyan szüléket, akivel biciklivel odattak erre a, a kis kropekkal, és akkor visszajárnak látogatni a halat, és a gyereknek már evidens lesz, hogy ó, hát kulacs. Tehát, hogy tényleg, hagyjuk már ezt a mélyebb dolgot, mert ezen aztán tényleg annyira egyszerű lenne változtatni. És esetleg megszületett a fejetekben a következő installációnak az ötlete, vagy, vagy megikletett titeket ez annyira, hogy tovább fejleszétek az ötletet? Hát az az igazság, tudod, hogy ez mind, az, 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 az igazság, hogy itt mindig kéne valami valami push föntről. Tehát hogy ezt is úgy tudtuk megcsinálni, hogy ebben van egy önkormányzati részvétel. Érted? Mert egyébként, hogyha én csak kitalálok egy installációt, ahhoz, hogy én ezt így köztére kirakjam, megűszülök, mire én ezt sikerül elérnem. Tehát, hogy nekem a hal aprópóján még voltak ilyen, 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 illúzióim, hogy tök jó lenne a hal mellé telepíteni szelektív szigetet, és effektívek egy, egy, egy leírásra azt mondani, hogy egyébként, ha már, akkor hozd ide a halhoz a műanyag szemetedet, és dobd ide, és gyűjtsük külön, és ezt, na, tehát, hogy ezt abtart nem lehetett elérni. Tehát olyan problémákba ütközünk, hogy tök jó lett volna egy zárt parkba kirakni ahol, ahol jobban lehet rá vigyázni, mert azért még kicsit aggódtunk, hogy mi lesz vele, tehát hogy hány napot fog túlélni, úgyhogy megvan a fejem, meg egyetem ott van. Jaj, de az nem önkormányzati, az fővárosi, akkor nem. Tehát, hogy, tehát közférába a bürokrácia soha sem látott mélységein átküzdeni magadat, hát az, egy, az, az konkrétan egy főállás, viszont egy fő, főállásnyi fizetés meg nincs mögötte, tehát hogy ez így nehéz ügy. Érdekes módon egyébként ilyen underground helyek, romkocsmák akár nyitottak lennének rá, hogy ilyeneket csinálj, de hogy ebbe az a fara rajta beleállás van, hogy hogy ezt te hobbiból, meg önszorgalomból csinálod. Egyébként engem képzőművészként borzasztóan inspirált. Tehát én nagyon nagy örömmel csináltam a halat bele, szerelmesed abba, hogy hogy kéne megcsinálni a száját, érted? És akkor az, az legyen ilyen kis joghurtos flakomból, mert az pont úgy néz ki, de jó. Tehát én ez, ezekben örömömet is lelem, és utána tök jó a feedback. Hát nagyon sok munka. Igen. Valami hasonlót a Hybrid Cycle a szakmai partnerünk is végezők, Ők nyáron a strandokon csináltak, a Balatoni is strandokon workshopokat. Most iskolákban, a Veszprém megyében az LKF-felkaröltve csinálnak workshopokat gyerekekkel. Hasonlóképpen, tehát az is, az is egy upcycling, hogy hulladékból uh -huh. készítsenek valamit a gyerekek. És az, az, ott is azt tapasztaltuk, hogy borzasztóan nyitottak rá, és ami jó ebben, az az, hogy a gyerek hazaviszi, beszélget róla a szülővel, tehát hogy hazaviszi az üzenetet is, és ez a megfoghatóság, amit, amit itt többször említettem, Tettél, meg vissza meg visszavisszatértél a gyerekekhez és az edukációhoz, erre van igazából szükség. Múlt mutattunk be Bence kollégánk egy, egy cikkben azt a harmadik kerületi panel rengetekben működő iskolában egy ökotantermet, egy nem használt balesetveszélyes kő, tengeres lejtő lezárt az általános iskor, és mondták, hogy ott semmit nem, nem csinálni, azt meg sem mutatják a, a cégnek, aki vállalkozott, hogy szintén egy pályázat útján megcsinálja ezt az ökotantermet, de azt felejtsék is el, és odaálmodtak egy olyan tantermet, ahol az emberek, meg, vagy a gyerekek elültethetnek parántákat, felnevehetik a saját parántáikat, megtapogathatják a mélyhotelt, megtanulhatják, hogy nem kell mélyhektől félni, megtanulhatják, hogy, ezt is elmondta az iskolai igazgató, hogy ez egy harmadik követi panel rengeteg, korábban, ha berepült az osztályterembe egy bogár, akkor megállt az élet, egész napra, tehát hogy nem csak egy-két percre, és most, most ott, ott vannak gyakorlatilag a természetben, ott tanulnak, és ott sajátítják el Szuper. a tudást. Szerintem ez abszolút, ez ez, a jövő, ez abszolút folytatni kell. És nektek is szurkolunk. Mikor hát szerint? köszönjük szépen, én nekem olyan tervem is volt, hogy tök jó. az upcycling szerintem még arra is egy tök szép kifejezési forma, hogy mondjuk egy kiállítást tarts srácoknak, és akkor nem, 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 ne csak úgy edukálj, hogy kint vannak táblázatok, meg leírások, meg, meg képek kinyomtatva, hogy mi lesz, hogy lesz, hanem azt tudom mondani, hogy szívószálból, alapvetően ne használj szívószárat, de ha mégis már megvan, akkor csinálj belőle fülbevalót, úgyhogy a anyomagazinjait szétvágod, és csinálsz rá egy és mintet, és akkor az tök jó. Érted? hogy kettőt egymás mellé tenni, hogy lehet ebből ezt csinálni, azt szerintem egy sokkal izgalmasabb történet, és így involválódik abba, hogy ja, egyébként akár így is lehetne. Fú, de jó, és ráadásul ugye magát a dekopáns technikát megtaníthatnád megtanulhatnád, megtanulhatnád zsírú dolgokkal, ég, elpazarolva ég. egy csomó mindent, ahelyett megtanítod ugyanúgy a technikát, csak, csak olyan dolgokat. Igen, valamik. és nem egy hobbiboltba vásárolt dobozt kellene be. Mondani. Nagyon jó. Hát meg talán a kreativitás az mindig akkor tud még jobban fellobbanni, hogyha egy kicsit korlátozottak az erőforrásaid, nem? Tehát, ja, hogyha az biztos. Kevesebb, Abszolút. Uh -huh. Igen. Úgy, hogy Kell egy ilyen effekt. <laughs> Várjál. Entek a maradján csupi. Igen, szóval, hogy, hogy abszolút ez... ez ezt, ezt érzem én is. Én ugyan nem művészi szinten, de én is sok mindent csinálgatok, és minél kevesebb dologból tudok valamit megcsinálni, annál izgalmasabb, vagy minél kevesebb dolgár rendelkezésemre, annál izgalmasabb, hogy hogyan tudom abból megalkotni, kitalálni, összehozni. Hogyne? Az is az... olyan tyúk traktort, ez Tíz utána. Olyan nehéz ez, mert igazából az, az is egy ilyen top-top izgalmas dolog lenne egy olyan műhelyt csinálni, ahol upcycling szinten igazából nem, tehát nem arra állsz rá, hogy én kitalálom azt a módszert, hogy hogy lehet a kólás palackokból toltartót gyártani, hogy maradjunk ennél a példánál, hanem az, hogy meglánc valami hulladékot, és mindegyikből egy tök egyedi termék születik, csak akkor azt, akkor azt oda pozícionálod, hogy ez igazából egy műtárgy. Uh -huh. Vagy értesz, az egy Égen, nagyon olyan másik olyan. kategória. Tehát, hogy most igen, én is az gondolom, amit az elején mondtál, hogy pillanatnyilag pillanat, mi egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen előszoba vagyunk egy, egy, ilyen tudatos élethez, vagy, vagy, egy, vagy egy ilyen berántó, berántó eszköz. Hát nem utolsó sorban olyan nehéz ez, mert hogy az ember elkezd a zöld élettel foglalkozni, és beszélget emberekkel. Például nemrég, nemrég beszélgettem Bart Istvánnal, aki a Klímastratégia 2050-nek a vezetője, arról, hogy Magyarországonnak egyáltalán mi szerepe van ebbe az egész felmelegedésbe, hogy mit lehetünk, vagy mit nem tehetünk, és hát egyszerre volt frusztráló és, és feloldó az a faj a arány, hogy Magyarország valami nagyon minimál részt bír ebből vállalni, de hogy még az EU is saját ambiciózis vállalásaival valami 9% maximum, tehát hogy ez, hogy ez igazából a nagyhatalmakon fog eldőlni, meg egyébként karbonlábnyom, meg nem tudom, és akkor tud, ilyenkor az ember belegondol, hogy jó, hát és én megvarogatom a kis toltartóimat, de Közben meg azt is gondolom, hogy ha valaki hazavész aztán egy toltartót, akkor eszébe fog jutni, amikor kocsiba ol, hogy hmm, akár mehetnék, gyalog is. Hát egy szemléletmódot is hazavisz valószínűleg. Igen. 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 Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valahogy vigye tovább ezt az egészet. Vagy, vagy, vagy azt tudja mondani, hogy, egy olyan, olyan fülbevalót veszek a kérdésemnek, ami önmagában színezett flakonokból készül, lehet legyen az samponos, vagy öblítős, vagy, vagy, vagy bármi csodás szép dolgokat tudnak egyébként csinálni a tervezünk. És ha már ö, tovább gondolás vagy következő lépés, a, nektek vannak esetleg terveitek a jövőre, hogy nem tudom, hát nyilván ez nem feltétlenül az a iparág vagy üzletág, ahol. de, de hát, mindenkinek csak ajánlom, hogy Hatalmas ö, növekedési potenciál van, hát hát nem tudom, de hogy, ö, hogy vannak terveitek a jövőre nézve, vagy hogy hogyan bővítenétek akár a működési köröket, ö, akár bármi. Hát én most azt gondolom, hogy ott tartunk, hogy szerintem nagyon fontos volt az, hogy van egy fizikai Üzlet. Az kiderült azért a COVID alatt, hogy működik a dolognak az online része is. Tehát mi most abba az irányba tendálunk egy kicsit, hogy magát a shopot azt áttenni online platformra, de egy olyan helyszínre, ahol azt tudjuk mondani, hogy havonta egy vagy két alkalommal van egy közösségépítő találkozó, illetve tudunk workshopokat tartani. Tehát én azt gondolom, hogy a fejlődési irány ez. Nagyon szeretnénk megtalálni szemérmetlenül gazdag cégeket, akik küzdenek a fenntarthatóság problémájával. És, meg, a és meggyőzni őket arról, hogy például a saját szemetüket felhasználhatnák arra kreatív módon, hogy mondjuk a saját szórólapjaikból csinálják a, a merchandisingot, vagy a, vagy, a, vagy a partner ajándékokat. És ugye arra vannak egyébként tök jó hazai alkotók, akik ezt meg tudják csinálni. Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen alternatív tervek, de én azt hiszem, hogy fontos lenne. Én nekem például mostanában a szívem csücske lenne olyan workshopokat tartani, amik kifejezetten pedagógusoknak van kitalálva, különböző korcsoportokra, és azt mondani, hogy gyere, el, tanuld meg, és tovább az osztály hogy azt lehessen mondani a srácoknak karácsony előtt, hogy a karácsonyfa díszt, azt mostantól, nem tudom, kávékapszulából csináljuk, mert kis angyalka lesz. Tehát ugye ezek, ezek szerintem izgalmas dolgok, és a közösségépítésben én nagyon hiszek. Tök jó lenne egyszer csinálni egy olyan műhelyt, ami, egy javító műhely, ahol azt lehet mondani az embereknek, hogyha ki szétszakadt a hátizsákod, akkor gyere be is segítünk megjavítani. Tehát, hogy terv, meg ötlet, ez mindig van, én végtelenül idealista és naív tudok lenni, és akkor a nap végén mindig azon kapom magam, hogy az arcomon csúszom, próbálok mindent megoldani egyedül. Hát igen, de nem, vagyunk, nem, nem vagyunk erősek ezekben a pályázati megfigyelésekben, mert mindent alá erőből akarunk megcsinálni, ezen egy kicsit javítani kéne. De hát közben meg azt gondolom, hogy ilyen, tehát ambíció, hiány, az sokkal nagyobb probléma lenne, mint a. Mint a így a műsoridő vége fele feloldozhatjuk a hallgatókat, hogyha végig azon gondolkodtak, honnan ismerős nekik a hang. Amikor professzorasszony első nap bement az óvodába, hogy, hogy mutatta be anyját, hogy szinkronszínész, vagy, vagy a föld megmentője? Ó, jó kérdés. Én általában egyébként sunyogni szoktam a szinkronnal. Zavarban vagyok, mert, és pont nemrég tettem fel ezt a kérdést, hogy hogy, hogy is érdemes nekem bemutatkozni, mert ugye én tanult szakmám szerint képzőművész vagyok, de gyerekkorom óta szinkronizálok. Tehát, hogyha valaki, valaki ismeri a nevemet, akkor ez nem onnan ismeri, hogy á, a lány, aki petpalacki installációt csinált, <laughs> hanem onnan, hogy a meg Griffin a Family guy -ból. Ezért aztán nagyon nehéz, mert, mert bár szeretek szinkronizálni, és soha nem tagadnám el, a start bemutatkozásnál nem úgy mutatkoznék be, mint, mint szinkron színész, ráadásul szinkron színész kategória nincs is, akkor azt mondanék, hogy színész, színésznek végképp nem tartom magam, tehát ugye ez egy ilyen zavarba ejtő helyzet miközben eltagadni is szeretném, úgyhogy általában azt szoktam mondani, hogy nem ezt a vagyok, képzőművészként végeztem, és a szinkronizálásból élek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Jó végszó is volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál, és további sok sikert kívánunk a munkátokhoz. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és szerintem szuper, hogy ilyen műsorok vannak. Úgyhogy minden egyre, egyre, inkább arccal a zöld élet felé, mert csak egy, egy bolygónk van. És azt meg szerintem gyorsan mondjuk el, hogy hol lehet megtalálni titeket? A Pannonia utca 22-ben vagyunk, ez a Víg Színházhoz van megkökentően közel, egyébként meg www.upsajándék.hu. És az Instán és a Facebookon ugyanúgy? Én, igen, az Instán meg a Facebookon ilyen nagyon ö, titokzatosan vagyunk fent, azt hiszem az a címünk, hogy UPS, alsóvonal, upcycling, alsóvonal, shop. De szerintem, ha az ember az ups rákeres, akkor az már jó Valószínűleg esélye. Valószínűleg megtaláltiteket. Na, hát akkor minden hallgatónknak ajánljuk, hogy kattintson rátok, vásároljon nálatok, és menjen el a workshop helytokra, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hajrá! Köszönöm, sziasztok!